Jó estét kívánok, kedves nézőink, köszöntöm Önöket. Híradónk után magazinműsorunkat láthatják, benne elsőként egy stúdió beszélgetést az FC Ajka helyzetéről és terveiről. Kérem, tartsanak velünk! Kedves nézőink, labdarúgásról beszélgetünk, ki mással, mint Kaibás Dezsővel, az FC Ajka elnökével, és Artner Tamással, az új szakmai igazgatónkkal. Jó estét, szervusztok! Izgalmasan kezdődik, azt gondolom, az új év. Boldog lesz-e szerinted, Tamás? Én nagyon bízom benne, hogy boldog lesz. Boldogabb, mint az őszi szezon. Azért jöttünk, hogy jobbá tegyük, és sikeres legyen az Ajka. Elnök úr, gondolom, ön is így tervezi. Minden szándékunk az volt, már csak a személyek kiválasztását illetően is, hogy olyan megbízható szakmai alapokra helyezzük az ajkai labdarúgást egyébként, amely ebből a kisé mély gödörből kirántja a társaságot. Ennek a személyi feltételét már nyáron megpróbáltuk valamilyen szinten megteremteni, csak a Tamás akkor még elállítottuk a megkereséstől egyébként, és nyilvánvalóan megvolt az oka, hogy miért. Az ő függetlené válásával ez a lehetőség megnyit előttünk, és mi erre azonnal lecsaptunk. Tudva levő, hogy ő már dolgozott nálunk nem kevés időt egyébként, és hát sikeres volt a csapat. Nagyon bízunk benne egyébként, hogy ez a sikeresség folytatódik, és az ő személyével, illetve azzal a stábbal, amit ő idehozott egyébként az FC Ajka MB2-es marad a 16-17-es bajnoki évbe is. Én azt gondolom, mindannyian ebben bízunk. Én személy szerint, illetve az eddigi visszhangok alapján, hogy még sok idő nem telt el januárban, mindenki örül, hogy újra itt vagy. Én azt gondolom, talán ez a kis kitérő jót tett mindannyiunknak, kivéve a csapatot, ugye, aki egy kicsit leeresztett, mióta itt hagytál bennünket. Hát azt lehet mondani, ugye, amikor elmentem innen, hogy én Ajká lettem igazán jó edző, utána átvettem a haladást, és utána a Dunaújvárost, rengeteg tapasztalatot szerzett az ember. Biztos, hogy sokkal nagyobb tudással meg rutinnal rendelkezek most jelen pillanatban, mint amikor innen elmentem, meg főleg akkor, amikor idejöttem. Ugye én a Dezsővel azért folyamatosan tartottam a kapcsolatot, amikor Hali edző voltam, amikor Dunaújváros edzője voltam, és hát nyáron már megkeresett a Dezső, de hát nekem élő szerződésem volt Dunaújvárosban, és én nem nagyon szoktam kilépegetni a szerződésekből, viszont most úgy alakult a dolog, hogy igazából találkoztak az elképzelések, és hát mi örömmel jöttünk a Tibivel. Ez a szakmai igazgatóság, ugye most tisztában kell lennünk vele, hogy nem vezetőedzőként jöttél, hanem szakmai igazgatóként. Nagyobb kihívást jelent, ezért ezt vállaltad, vagy ki akarod próbálni magad ezen a területen is? Hát igazából ez nekem is újdonság, de én úgy érzem, hogy annak az ideje még nem jött el, hogy én legyek a vezetőedző. Én azt szerettem volna, és ebben nagyon partnerek voltak a Dezsőék, hogy ezt így oldjuk meg. Én úgy érzem, hogy ebben most jelen pillanatban többet tudok segíteni, és az én stábomban dolgozott a Tibi, ugye Szombathelyen és Dunaújvárosban. Én úgy érzem, hogy ő maximálisan meg fogja oldani azt a feladatot, amit rá kiszabott a vezetőség. Én úgy érzem, hogy ebben nagyon sokat fogok tudni neki segíteni, meg az Egyesületnek is. Egy kicsit komplexebb lesz. Én azt szeretném, ha a szakma és a gazdasági vezetés között lennék egy ilyen kapocs a Dezső és a vezetőedző között, az átigazolásokba, a szakmai munkába, rengeteg ötletbe. Én igazából mi azért jöttünk, hogy itt a jövő, egy ilyen jövőképet fel tudjunk építeni szakmailag. Tehát gyakorlatilag te inkább egy stratégiát fogsz meghatározni közösen az elnökséggel, és a részleteket a vezetőedzőre, illetve a pályaedzőre bízod? Így kell ezt elképzelnünk? A menedzser jellegű feladatkör? Igazából a pályán levő dolgokat rájuk bízom, úgy, hogy mi azért minden áldott napát beszéljük az, hogy mi fog történni a pályán. Úgy nem történik semmi, hogy én ne tudjak róla. Így szakmailag ezeket mindig átbeszéljük, ott ők fogják ezt csinálni. Lesznek olyan napok, amikor természetesen én is be fogok szállni az edzésekbe, tevékenyen részt fogok abba is venni, de most elsősorban én azt látom, hogy egy kicsit a keret átalakításába kell tevékenyebben részt venni, hogy össze tudjunk hozni egy olyan keretet, amelyik alkalmas lesz arra, hogy bennmaradjon a csapat, lehetőség szerint minél jobban szerepeljen a tavasszal, és hát a bennmaradás után pedig legyen egy olyan csapat a Ajkának, ami általában mindig a felső házba végezzen. Annyival szeretném ezt kérni, és kérek egyébként a közbeszólásért, hogy
azt szeretnénk, és azt vizionáljuk magunk elé való, hogy nem csak az első csapat, hanem az utánpótlás kérdésében is a Tamás egy szakmai felügyeletet gyakorolna, olyan instrukciókkal és olyan irányelvekkel egyébként, amelyben valamilyen módon pici rendet ott is teszünk egyébként, mert nincs rendetlenség, de azért vannak fokhíjas edzések a 19-17-es korosztályoknál, és ezekben a kérdésekben szeretnénk egy komolyabb szakmai felügyeletet, egy komolyabb edzésmunkát látni, és tulajdonképpen a utánpótlás kérdés is valamilyen szinten az ő feladatköréhez fog tartozni, azért, hogy természetesen a teljes szakmai felügyeletet a Tamás gyakorolja. Örülök neki, hogy ezzel kiegészítette elnök úr. Elébe is ment egy későbbi kérdésemnek. Ugye régóta tervezzük, és pont a Tamás volt az egyik kezdeményezője, amikor elindult itt a folyamatos utánpótlás képzés. Lassan meg kellene, hogy jelenjen a saját nevelésű játékos állomány az FC Ajka felnőtt csapatában. Várhatjuk ezt, és ebben is gyakorlatilag az mag elültetésétől az aratásig akkor a Tamás egy kicsit hagyott ki, de a végét láthatja, illetve befejezheti azt a munkát, amit elkezdett itt 2007-ben. Igen, talán a 19-es, 17-es korosztálynál nem, de a 13-as, 15-ös korosztálynál már igen, sőt kifejezetten a Bozsik programba játszó gyerekek, tehát a Bozsik programban résztvevő korosztályos állomány az már egész komoly szakmai munkát végez, illetve létszámában is egy MB2-es utánpótláshoz hasonlító vagy azt megközelítő állománnyal rendelkezik, úgy mondjam. Tehát lassan az a kevés ember, aki kicsit morog az FC Ajka csapatára, hogy kevés az ajkai, lassan nem lesz indokuk, illetve valami mást kell választani, vagy dicsérni kell majd a csapatot. Ehhez szeretnénk hozzájárulni azzal a szakmai felügyelettel egyébként, amit a Tamás fog gyakorolni, hogy ezek a fiúk minél jobb képzésben részesülhessenek, a gyerekek leginkább nyilvánvalóan, és legyen minél több ajkai futballista az MB2-es csapatban, mert hosszú távra azt szeretnénk egyébként, hogy az ajkán MB2-es csapat maradna, nem csak jövőre, hanem azt követő időszakukban is. Mindannyian ezt szeretnénk, azt gondolom. Tamás, egy kicsit Székely Tiborról kell, hogy beszéljünk, sajnálom, hogy nem ért ide. Mit kell róla tudnunk, mennyi ideje dolgoztok együtt, illetve hogy látod a szakmai munkásságát, hogy őt választottad magad mellé? Dolgoztatok-e már egy együtt? Egy pillanatra még visszakanyarodnék itt az előző dologhoz, azért jelen pillanatban is az első csapat keretében azért ott van egy Pavlicki Balázs, aki saját nevelés, ugye a Bölcsöldi Milán, ugye igaz, hogy kitérővel volt Szombathelyen, és a Merk Milán, akik szintén ajkaiak, úgyhogy én úgy érzem, hogy egy ekkora településnél három fiatal játékos van az első csapat keretében, az nagy dolog. Hát a Tibiről annyit kell tudni, hogy őt is végigkísérte a futball. Ugye Szigetszent Miklóson volt ő első csapat edző. Utána elkerült onnan, utánpótlásban dolgozott Veszprémbe, és Veszprémből az Acél Zoli vitte oda Szombathelyre a segítőjének, és én amikor oda kerültem a haladáshoz, akkor egyértelműen abba foglaltam állás, hogy a Tibi lesz az igazi jobb kezem a csapatnál, és hát három sikeres szezont le tudtunk hozni Szombathelyen. Utána, amikor én eltávoztam onnan, ő visszakerült Szigetszent Miklósra, és amikor jött a dunaújvárosi felkérés, akkor egyértelmű volt, hogy a Tibivel ketten fogunk oda menni. Úgyhogy a Tibinek óriási tapasztalata van, ő volt MB2-ben többször vezetőedző, NB1-ben pedig jó pár szezont lehúzott másodedzőként. Én azt tudom rá mondani, hogy mind szakmilag, mind emberileg maximálisan alkalmas a feladatra. Én azt gondolom, ez itt talán szerencsés választás is, hogy a szakmai igazgató és a vezetőedző nem itt találkozik először, nem egy ilyen, én azt gondolom, kritikus időszakban kell összecsiszolódniuk. Mindenképpen az volt a szándékunk egy olyan tímet idehozni egyébként, akinek az előélete már megvan ahhoz, hogy megfelelőképpen úgy szakmai, hogy emberek összecsiszoltak legyenek, vagy legyenek összecsiszolódva. Nem nagyon volt más lehetőségünk, bár gondolkodtunk ilyen személyeket illetően, hogyha más nem tud szabadulni Dunajvárosból. Alapvetően ebben biztunk, hogy ez a tím, ez a stáb, ez a szakmai stáb, kiegészítve Haraszti Gergelyel, aki erőléti edzőként erősíti a stábot, hogy a miénk legyen. Hát nagyon örülök egyébként, hogy ez sikerült. Azt gondolom egyébként, hogy nem kevés diplomáciai munka előzte ezt a dolgot meg. Szerencsére kaphatóak voltak az urak. Egy közepesen finom kérdést fel kell, hogy tegyek. Amennyiben a Tamás szabad lett volna már szeptembertől, akkor is megtörtént volna ez a rendszerváltoztatás? A szeptemberben nem, de később időszakban egészen biztosan. Örülök neki. Egy kicsit térjünk át a labdától az infrastruktúrára. Még mindig látunk építkezéseket a pálya környékén. Mik ezek a beruházások, illetve lesz a következő ütem, hol folytatódik?
Az első fejezetekben, tehát ezt megelőző években ugye a TAUS program keretein belül építkeztünk és bonyolítottunk bizonyos beruházásokat. Műfős pálya, élőfős pályának a talajcseréje, öntözése, ellátása, stb. Stb. A jelenleg folyó beruházásnak a kormányprogram által adott 400 millió forintos stadionfejlesztési program szerinti összegből épül. Ennek a vizes blokk a befejező, illetve az öltöző, hazai öltöző és a vendégöltöző fürdő komplexumnak a létrehozása, ami jelenleg folyik. Ehhez kapcsolódik még a eredményezőnek a cseréje, amelyben azt szeretnénk, hogy egy olyan korszerű, vagy legalábbis egy minőségében jobb eredményező szolgálja ki a nézőket a közeljövőben, ahol nem csak az eredményt egyébként, hanem szalagcímekkel feliratozni is tudunk, hirdetéseket, csapatösszeállítást, fényképekkel, stb. A későbbiekben folyó beruházásoknak az a célja, hogy ezt komplexit tegyük azt a létesítményt, ami jelen pillanatban úgy már most sem néz ki rosszul. Szeretnénk a műfős pályamelyre egy lelátót, rendbe tenni azokat a területeket egyébként, ami a játék terület körbeveszi, tehát a pályákat körbeveszi, magyarul utakat, visszállózatot, stb. Rendbe tenni, illetve egy kis műfős pályát létesíteni a meglévő kézed a pályahelyen, ami még ugye bitumenes, ezt világítással ellátni, valamint a edzőpályánkat ellátni világítással, és a bányászpályának az edzőpályáját, tehát a másik oldalon lévő edzőpályának a világítását. Ez az idejévi TAUS programunknak a... Ezt szerettem volna kérdezni, hogy ez milyen intervallumba fér bele, illetve hogy állnak a határidőkkel? Tudják a kivitelezők tartani a szerződés szerinti határidőket? A jelenleg folyó beruházást azon egyébként csúszni fog, tehát az épületek készültség az vélhetően márciusra fog elérni azt az állapotot, hogy használni lehessen. Az egyéb beruházásokat, tehát a TAUS program keretében végzett beruházásokat viszont be kell fejezni júni 30-áig, tehát az a tavaszi időszakban meg kell, hogy valósuljon, és meg is fog valósulni. Örülök neki, hogy ilyen optimista, és gratulálok akkor, hogy ezt eddig idáig sikerült létrehozni, mert azért ez nem kis feladat. Eddig is megcsináltuk, ezután is meg kell csináljuk, mert el kell számolni a TAUS program keretében kapott pénzeket. Értem. Én azt gondolom egyébként ezek a pályázati pénzek, illetve programkiírások jót tettek mind az építőiparnak, mind a fejlesztéseknek. Mindenképpen. Én azt gondolom egyébként, ha az MB2-es csapat nincs egyébként ennek a hátterében, akkor ezek a beruházások vélhetően nem valósultak meg ilyen minőségben és ilyen mennyiségben, ilyen színvonalon egészen biztosan. Hát így van, hiszen én azt gondolom, hogy talán ha csak az eredményjelzőről beszélünk, ez azt gondolom már műemlék jellegű, tehát az első pályadásnál, vagy talán attól számítva 10 éve belül került oda, és akkor világszínvonalak számított gondolom, de azóta más évet írunk. Igen, csak a betétet cseréltük benne, mert ugye annak még ilyen lámpás megjelenítése voltak az eredmények. Ennek egy korszerű változat, ami most fönn van, de ennél egy komplexebbet akarunk. Ráadásul az infrastruktúrális szabályzat előírja, hogy legalább 20 nézetméteresnek kellene egy MB2-es játékterem pályákon lévő eredményjelzőnek, tehát ehhez kell igazodjunk. Jó, azt hiszem ennek a többség megint csak örülni fog, és akkor majd nosztalgiával nézegetjük a régi fekete-fehér képeket. Bízom benne. Tamás, egy kényelmetlen kérdést mindenképpen fel kell, hogy tegyek. A legfontosabb, hogy konkrét számok vannak-e a fejedben, illetve az elnökség részéről bizonyára meg van fogalmazva, hány pontot szeretnénk elérni a tavaszi szezonban, mert ez a 12, amit most elértünk, ez azt gondolom nagyon kevés lesz. Vagy 3 mérkőzéses beosztásokban gondolkozol, vagy te már pont az a vezető vagy, aki ezt rábízza a vezetőedzőre? Hát én pontokban igazából nem számolok, én arra számítok, hogy nagyon biztosan bennmarad az Ajka az MB2-be, és azon belül is azért megpróbálunk minél közelebb kerülni a középmezőnyhöz, szerintem annál többet nem tudunk most kívánni. Szerzett a csapat 16 pontot, hát azt mondom, hogy ilyen 33-34 ponttal biztos, hogy benn lehet maradni a másodosztályban, de mondom, nem pontban gondolkodok, abban gondolkodok, hogy legyen egy jó csapat, legyen egy olyan csapat, aki bárki ellen bárhol győzelemre tud játszani. Taktikai változást tervezel, illetve vannak személycserék is, akik esetleg már publikusak, hogy hol tervezed erősíteni a csapatot, illetve mit gondolsz, hogy mi az, ahol mindenképpen javítanunk kell ahhoz, hogy a bennmaradás meg legyen? Hát minden pozícióba fogunk erősíteni, ami azt jelenti, hogy nekünk a kapus posztunk az szerintem maximálisan megoldott. A védelmet meg kell erősíteni, egy olyan csapat kell, aki nullára le tudja hozni a mérkőzéseket, meg hát a támadó vonalban, mert azért nem rúgott sok gólt az Ajka,
meglátjuk. Az biztos, hogy csak olyan játékos fogunk idehozni, aki jelen pillanatban jobb, mint aki jelen pillanatban csapatban van, és azon a poszton ugye csak minőséget lehet idehozni. A szerkezeti változás majd utána meglátjuk. Ugye Dunaújvárosban is elkezdtünk egy játékot, nem működött, átálltunk egy másikra, az viszont maximálisan működött. Majd itt is a játékos anyag ki fogja adni azt, hogy nekünk mit kell játszani, milyen játékrendszerben, milyen felfogásban. Értem. Számíthatunk-e arra, ami azért azt gondolom nagy előny volt nekünk, illetve folyamatosan, hogy a te személyed és a te kapcsolatrendszered azért elég kiterjedt, tehát hogy a szombathelyi csapattal, illetve itt a dunántúli csapatokkal jobban vagy, jobban vagyunk mi is, és így jobban ismered a játékosokat, én azt gondolom bárkinél. Az az igazság, hogy nagyon, nagyon kicsi a piac. Ugye pont a Dezsővel erről beszélgettünk, hogy nem igen van játékos. Most ha Szombathelyben gondolkodok, igazából a Szombathely sem tudna nagyon minket most kisegíteni játékosokkal. Ráadásul ugye az Ajka speciális helyen fekszik, a pesti játékosok már nem nagyon jönnek le idáig. Nekünk ez a Győr, Szombathely, Zalaegerszeg, Székesfehérvár vonal az, ahonnan tudunk igazolni. Viszont azt lehet látni, hogy a 12 csapatos NB1-ben annyira megrostálták a játékos kereteket, hogy az onnan kilépő játékosok azok NB1-be gondolkodnak, ha meg olyan, aki tényleg nem kell NB1-be, az nem biztos, hogy erősítés. Úgyhogy nagyon-nagyon nehéz minőségi játékost igazolni. Vannak azért a piacon játékosok, de nagyon körültekintőnek kell lenni. Beszélhetünk-e már nevekről, vagy még folynak a tárgyalások? Szerintem nevekről még nem tudunk beszélni. Elnök úr, egy kulisszatitkot legyen kedves elárulni nekünk. Hogy nézett ki eddig egy tárgyalás? Ki volt ott, hogyha új játékost akartunk, illetve valaki el szeretett volna menni, ön egy személyben ült le vele, vagy a vezetőedzővel együtt, és hogy fog ez kinézni ezentúl? Tehát most a Tamással ketten ülnek le, és beszélnek a játékosok. Mi a menet ennek? Eddig úgy történt egyébként ez, hogy vezetőedzővel, illetve a szakmai stábból, tehát belérte a Dávid Sanyi, belérte a jelenleg is pályadzőként foglalkozott Tomasz Szóvnit egyébként, aki játékos is volt ugye, mint szakmai stáb leültünk, és akkor minden posztra megnéztük, hogy ki az a játékos, aki elérhető egyáltalán számunkra, egyrészt anyagilag, másrészt pedig játéktudásban, illetve lehetőségben, és ennek megfelelően igyekeztünk tárgyalni játékosokat, tehát egyszerűen sosem tárgyaltam senkivel, vagy a Jákli Péter, vagy valamelyik a szakmai stábhoz tartozó, tehát a kapus esetében volt Dávid Sanyi, mindenképpen jelen volt a tárgyalásnál. Nyilván a anyagi kérdések vonatkozásában egy személyi döntés volt, egyeztetve azzal a képviselőtestület, tehát a képviselőtestet álló meg a polgármester, aki ugye ehhez tulajdonképpen adja a javadalmakat, illetve a pénzt, nyilván őt soha nem kiadva ebből. Ezt követően nyilván úgy történik, hogy a Tamás összeállít egy olyan stábot, egyébként egy olyan keretet, amiben gondolkodhatunk, és azt mondjuk, hogy nézzük meg ezeket a játékosokat, hogy lehet idehozni Ajkára. Most is ez történik. Van két játékos próbajátékon volt, ha szabad, akkor én már neveket is mondanék, egyébként a Soron Tibi és a kollega Krisztián egyébként, akik pozitívan, nekem legalábbis pozitív benyomást keltettek az első két edzés vonatkozásában, sőt a kollega Krisztián, ugye, aki nem egy rossz játékos hírében áll egyébként, ő már konkrétan is megfogalmazta, hogy adott esetben, ha igény van rá, és a vezetés úgy dönt, akkor ő szívesen jön Ajkára. Ezen túl menően videótonnak az utánpótlás csapatából szeretnénk néhány fiatal játékost közelebb hozni magunkhoz. Ez a nyáron már lépéseket tettünk ez irányba, de akkor nem működött, mert valahol ezek a fiúk egész jól vannak ellátva a videótonnál minden szempontból, egyrészt játék lehetőség szempontjából, másrészt pedig anyagi vonatkozásban, és nehezen mozdulnak. Most azt szeretnénk, hogy egy kocsira való embert legalább megmozgassunk, vagy igyekezzünk megmozgatni, ezáltal is valamilyen fajta kisebb magot, közösséget idehozva, hogy ne legyen az a problémájuk egyébként, hogy nehezen illeszkednek be valamilyen fajta közegbe. Ugye ezek fiatal gyerekek lévén azért a felnőtt keretben még idegenként mozognak, hogyha szabad így mondani. Megvan rá az ígéret, a játékosok részéről is megvan ezeket a szándék, vélhetően az jövő héten realizálódni fog, mivel hogy ők a jövő héten, illetve a hétvégén kezdenek csak, és ugye ottani szerződését, mivel mindenkinek hivatásos szerződése van, valamilyen módon bontani kell, vagy meg kell egyezni ugye a anya egyesületével. Akkor azt gondolom mindannyiuknak vége a karácsonyi szünetnek, és kezdődik az új munka. Hadd kérdezzek rögtön ezzel kapcsolatban egy olyat, hogy az a munka rész, amit most a Tamás levesz az ön válláról, ez könnyebbséget jelent, vagy van rögtön a helyére más kétszer annyi munka?
mert ahogy önt ismerem, nem fog hátradőlni. Nehezebb lesz a Tamás együtt dolgozni egyébként, mert mindig van valamilyen fajta igénye. Ugye a kerethez az nagyjából a nyáron sikerült összerakni, most ez egy bonyolultabb dolog lesz, mert ahogy a Tamás is mondta és említette, ugye nem igazán van minőségi játékos a piacon, főleg ilyen téli átigazolási időszakban. Ezzel itt bízom benne egyébként, hogy sikerülnek azok az igazolások, amit szeretnénk. Nyilvánvalóan sok olyan terhet le fog venni a Tamás a vállamról egyébként, ami itt a csapatkörüli teendőket illette, mert ha valamilyen fajta gondja volt a Péternek vagy a stábnak, akkor nyilván én voltam az, akivel elsősorban ezt megbeszélték, és valamilyen módon kerestük rá a megoldást. Most ez a feladat, hogy rá fog árulni. És majd meglátjuk, mennyit passzol tovább önnek. Tamás, a konkrét munkáról mi az elképzelésed? Mikor állnak csatasorba a fiúk, hogy kezdődnek az edzések? Most ugye hullahó, tudnak ilyenkor valamit csinálni? Elkezdtük a felkészülést, úgyhogy mi ketten találkoztunk a csapattal, ugye bemutatkoztunk nekik, és már kedden edzést vezényeltünk. Most úgy néz ki a hét, hogy a héten minden nap egy edzés van, pénteken ezt egy felméréssel le fogjuk zárni. Kíváncsiak vagyunk a játékosoknak az állapotára, egyébként mindent mérni fogunk nekik. Az első edzéstől az utolsóig mindig polár órába fognak edzeni, és ezzel valós képet fogunk kapni a játékosok állapotáról. Bocsáss meg, ki fogja ezt elemezni? Az erőléti edző, akit hoztunk, úgyhogy ő ebbe profi, azért is kellett, hogy legyen egy olyan ember, aki kimondottan ezzel foglalkozik, és hát a jövő héttől már délután ritmusban szépen úgy fogunk készülni, hogy lehetőség szerint olyan fizikai állapotba hozzuk a csapatot, hogy végigbírják a szezont. Már az első ellenfélre készültök, vagy egy általános csapatépítés folyik? Hát most nem, most az első héten az ismerkedés van, ismerkedünk a játékosokkal, ismerkedünk az állapotukkal, és hát utána, hogy a keretet egyre jobban tudjuk formálni, utána majd szépen készülünk az első bajnoki mérkőzésre. Aztán a bajnoki ritmusban már úgy fog kinézni, hogy minden hetünk arra a csapatra fog felépülni, akivel játszani fogunk. Van-e benned egy kicsit ilyen, hogy a személyiségedet is árnyaltabban látszuk, mert egy kiegyensúlyozott, nyugodt edzőnek látszol, de azért egy ilyen váltás után visszatérni egy csapathoz, ahol te is beírtad magad a csapat történelemkönyvében, van egy kis bizsergés, hogy na mi lesz ezekkel a fiúkkal, meg tudom-e csinálni, van benne kihívás, összeférnek-e azok az arcok, akiket terveztél, van benned egy ilyen kicsi izgalom az év elején kívül? Hát igazából izgalom nincsen, megmondom őszintén, hogy most már voltam annyit kispadon, hogy izgulni nem kell. Hát természetes kihívás van, mert azért ez egy, nem egy egyszerű kérdés, mindig szezon közben átvenni egy csapatot és jobb pozícióba juttatni, de azt kell mondani, hogy nekem mindig ezt adta az élet, mert Bükön is így voltam, akkor utána, amikor ide kerültem, akkor is szezon közben vettem át a csapatot, Szombathelyen is szezon közben vettem át a csapatot, Dunaújvárosban is szezon közben vettem át a csapatot, és egyik csapat se volt könnyű helyzetben. Én úgy érzem, hogy mindenhol azokat a plusz dolgokat hozzá tudtam tenni. Most már több eszembe beszélek, hozzá tudjuk tenni a csapathoz, hogy az jobb legyen. Hát ez meg egy nagy szakmai kihívás, hogy erről a pozícióról elmozdítsuk a csapatot, és hát hosszú távon nem még kettes legyen a csapat. De vonzza a következő kérdés, hogy te keresed a kihívásokat, vagy a kihívások találnak meg téged? Hogy érzed? Vagy nem foglalkoztat ez a probléma? Hát én nem keresem, megmondom őszintén, hogy szezon közben vegyek át csapatot, és jobb legyen. Könnyebb dolgom lenne, ha olyan helyzetbe tudnék átvenni egy csapatot, hogy a nulláról megfelelő körülmények között, akkor mindig könnyebb dolgozni. Igazából mindig úgy talált meg ez a lehetőség. Azt gondolom, ennél jobb végszavunk nem lehetne. Akkor én sok sikert kívánok minden típusú munkához, és aztán azzal kell, hogy búcsúzzunk, hogy hajrá, Ajka! Köszönjük szépen!